Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Bővülés, dolgozói létszám emelésre készül a csomagolás technikai cég. Védelem, április 12-e a bűnmegelőzés napja. Negyed évszázad, 25 éves jubileumát ünnepli a Pécsi Gandhi Gimnázium. Több mint 600 millió forintból másfélszeresére bővült Pécsett a Somapak. A városban 30 éve működő, főként csomagolás technikai gépek gyártásával foglalkozó cég munkavállalóinak számát is növeli. A Somapakot 1986-ban hozták létre Pécsett, a vállalkozás azonban az elmúlt 30 évben folyamatosan fejlődött, a cég profilja folyamatosan bővült. Így most már a csomagolás technikai gépek gyártása mellett CNC forgácsolással is foglalkoznak, termékeiket pedig a világ számos pontjára szállítják, Németországtól kezdve Mexikóig. Most pedig újabb fejlesztést hajtottak végre épület és technológiai területen is. Egy pici kis családi manufaktúrából indultak el, és innen indult a fejlődés útja egy nagyon komoly és nagyszintű fejlődési meneten keresztül a mostani állapotához. Azt kell tudni a cégről, hogy ez a pécsi gépipari klaszternek egy nagyon komoly helyszíne és eleme, hiszen Pécsett a gépipar egy erős ágazat, mindig is az volt. Az elmúlt évben láthattuk, hogy ez az ágazat még inkább erőre kapott, és még inkább jellemző a város gazdasági életébe betöltött szerepe miatt, útja miatt, jelene miatt erre a pozícióra. A pécsi Somapaknál jelenleg fél százan dolgoznak, de a bővítéssel új munkaerőre is szükség lesz. Heteken belül várhatóan 10-15 fővel növelik majd munkavállalóik számát. Pécs polgármestere elmondta, a cég múltja, jelene és jövője is jól mutatja, hogy Pécshez mindig is közel állt a gépipar, és ez az ágazat most is erős és fejlődőképes. Kijelenthetjük, hogy ez egy klasszikus kapacitásfejlesztésnél több komplex előrelépés cégünk életében. Természetesen új munkahelyek teremtésével is jár, hiszen egy közel 1700 négyzetméteres épületkomplexumot avatunk a mai napon. Nagy reményeink szerint ehhez sok-sok új munkavállaló lesz szükségünk. A Somapak új gyáregységében irodahelyiségek és kiszolgáló egységek is helyet kaptak. Emellett 3 CNC forgácsológépet is beszereztek, amik között van egy 5-tengelyes, 5-dimenziós megmunkáló központ is. Ez utóbbi sokkal összetettebb alkatrészek megmunkálására is képes. A fejlesztésre a cég több mint 600 millió forintot fordított. Szerte az országból Pécsett képzik a sérülést ellátó rendőröket. A Pécsi Tudományegyetem és az Országos Rendőrfőkapitányság együttműködésében a rendőrök az orvostudomány elismert képviselőitől tanulhatnak. Az ORFK szerint a komoly segítségnyújtást és beavatkozást igénylő esetekhez a rendőrök többnyire a mentők előtt érkeznek meg, ezért szükséges, hogy az emberi élet azonnali megmentésének érdekében a helyszínre érkező járőrök a lehető leggyorsabban és legprecízebben járjanak el. A Pécsi Tudományegyetem pedig vállalta, hogy összefogja és vezeti a képzésben résztvevőket. A Pécsi Tudományegyetem vállalta, hogy a rendőrség által nevezett szakemberek közül kiképzi azokat, akik ezekben a feladatokban rendszeresen műveleti szinten részt fognak venni. A képzés nyilván gyakorlati képzés elsősorban, és ez a gyakorlati képzés ez olyan személyek közreműködéssel történik, akik rendszeresen vesznek részt éles szituációkban. Én szerintem ez nagyon fontos, hogy életszerű körülmények között tudjanak a rendőrök felkészülni az ilyen eseményekre. Mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy környezetünk biztonságosabb legyen. Ennek módjait és lehetőségeit mutatták be ma délelőtt a keleti városrészben. A belügyminisztérium idén április 12-ét a bűnmegelőzés napjának nyilvánította, amelyet először szerveztek meg országszerte. Ennek a programnak lett ebben az évben központi témája az építészettel kapcsolatos bűnmegelőzés. Átlátható utcák, gondozott növényzet, megvilágított és több funkciós terek, amelyeken minden napszakban találunk járókelőket. Csak néhány azokból a lehetőségekből, amik segítenek a bűnmegelőzésben. Ezekről hallhattak részletesen a keleti városrészben élők.
Az a fajta szemlélet, hogy itt a közbiztonság rosszabb lenne, mint bárhol a városban, ez tételesen nem igaz. Ráadásul nagyon jó kapcsolatot ápolunk a rendőrséggel, nagyon jó partnerek, és nagyon jó együttműködések vannak. Most ennek az együttműködésnek részeként szervezett előadást a Pécsi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztálya a környéken élőknek. Április 12-ét a bűnmegelőzés napjának tűzte ki a belügyminisztérium, hiszen a kormány 2011-ben ezen a napon hozta létre a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot. Az idén először megszervezett tematikus nap fókuszában az építészeti bűnmegelőzés állt. Nálunk Magyarországon még alig-alig ismert fogalom, de nyugaton a skandináv országokban, Hollandiában már nagyon régóta használják és alkalmazzák a bűnalkalmaknak a csökkentésére. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az épített környezetben lehet már az építkezések során, illetve későbbiek folyamán különböző változtatásokkal olyan helyzetet teremteni, olyan körülményeket teremteni, amelyek meggátolják vagy lecsökkentik a bűncselekmények elkövetésének a lehetőségét is. A betöréses lopások, rongálások, garázdaságok a legtöbb esetben a kínálkozó lehetőség hiányában megelőzhetőek. Ezért fontos, hogy a környékbeliek figyeljenek egymásra és környezetükre. 400. jubileumát ünnepelte a Pécsi Gandhi Gimnázium. Az Európa szerte egyedülálló középiskola kiemelten foglalkozik a cigány hagyományőrzéssel és a tehetséggondozással. Céljuk, hogy egyfajta kovászként nem csak a tanulók életútja induljon sikeres és hasznos irányba, hanem rajtuk keresztül a körülöttük élők gondolkodása is változzon. Nagyszabású ünnepséggel, nyitott tanórákkal és színes programokkal ünnepelte a Pécsi Gandhi Gimnázium fennállásának 25. évfordulóját. Magyarország és egyben Európa első roma nemzetiségi érettségit adó intézményét 1994-ben azzal a céllal alapították, hogy az itt képzett tanulók egyfajta kovászként működjenek környezetükben. A gimnázium 25 évvel ezelőtt azzal a céllal indult, hogy a magyarországi cigány közösségek számára egy olyan bázis teremtsen, ami ki fog nevelni egy olyan értelmiségi réteget, amely aztán a későbbiekben a cigány közösségeket össze tudja fogni, és el tud indítani egy olyan folyamatot, amire nagyon nagy szükség lenne ma is egyébként. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a cigány hagyományok ápolására. A tanulók mindkét magyarországi cigány nyelvet, a beás és a romani nyelvjárást is elsajátítják. A művészeti nevelés részeként zenét, táncot és képzőművészetet oktatnak, hiszen a gimnáziumhoz alapfokú művészeti iskola is kapcsolódik. Számtalan tanulmány, kísérlet bizonyítja, hogy a művészeti nevelés az érzelmi intelligenciát fejleszti, hiszen még most is abban a korban vannak ők, hogy az érzelmi intelligenciát tudjuk tágítani, fejleszteni az empátiájukat. A másik pedig a művészet önmagában közösségnevelő erejű. A 2018-19-es tanévet 191 diák kezdte meg a 25 éves Gandhi Gimnáziumban. A tanulók 95%-a kollégiumban lakik, hiszen Debrecentől Zalaegerszegig az ország számos pontjáról küldik a Gandhiba gyermekeiket azok a cigány családok, akik az oktatásban látják a kitörés lehetőségét. Több sírt is megrongált az az autós, aki péntek reggel eddig tisztázatlan okokból nekihajtott a pécsi köztemető téglakerítésének. Az ütközés következtében a több mint 2 méter magas kerítés a temető irányába megdőlt és rázuhant a sírokra. A balesetben személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. Pár éve egyébként pár száz méterrel arrébb a Siklósi úton történt már hasonló baleset. Akkor egy autós a Táncsics Mihály utcából kihajtva vágta le a kanyart, és hajtott bele egy autószerelő műhely kerítésébe. Tizenhat éve létesült partnerségi kapcsolat Pécs és Arad között. A partnervárosok 11 éve testvérvárosok is. Az együttműködés keretében számtalan közös programot valósítottak meg, és rendszeresen ellátogatnak testvérvárosukba. Legutóbb a két város kulturális bizottságai találkoztak Aradon. Az ülés részleteiről Bognár Lászlót, a kulturális bizottság elnökét kérdezem. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok. Mik voltak a fő pontjai a mostani aradi találkozónak?
Tehát egy régi hagyomány a két város testvér kapcsolatán belül, hogy a két városnak a kulturális bizottsága tart egy együttes ülést, és ilyenkor áttekintjük az előző éveknek a tapasztalatait, megnézzük, melyek azok a programok, amelyek a legsikeresebbek voltak, illetve előkészítjük a adott évnek a program kínálatát. Milyen Araddal közös kulturális programokon vehetünk részt Pécsett? Vannak kiemelt programok, azt kell tudni, hogy gyakorlatilag az egyetlen olyan testvérvárosi kapcsolata Pécsnek a Araddal van, ahol minden évben a városvezetői megújítják a együttműködési megállapodást kötnek, és megújítják ezt az együttműködést, és az adott évnek a programjait azt előkészítik. Itt kiemelt programok szoktak lenni, hagyományos programok, ezek közül talán a legfontosabb, mint az előbb említettem, amikor a két kulturális bizottság ülésezik közösen, illetve augusztus végén szokott lenni Aradon, az aradi napok keretében a pécsi kulturális élet kap lehetőséget, hogy bemutatkozzon. Itt különböző képzőművészeti, fotoművészeti kiállításokat szoktunk kivinni és ott megnyitni, illetve egy nagy színpadi műsor keretében különböző kulturális programokat mutatunk be az aradiaknak. Ezt viszonozzák az aradiak, amikor is a pécsi napok keretében az aradi kulturális életpalettájából adnak egy bemutatót, ez ugye szeptember környékén szokott lenni. Itt a programok szervezésében kiemelt szerepet vissza a Pécsi Kulturális Központ, és nekik más programjaik is vannak. Újdonságként említeném, hogy tavaly évben indult először a került megrendezésre a Kertvárosi Tudás Express, ahol gyakorlatilag Arad történetét, Arad irodalmi életét, kulturális életét bemutató előadásokat tekinthetnek meg az érdeklődők. Milyen más területen jelentős még az együttműködés? A együttműködés az alapvetően kulturális jellegű, mint a legtöbb testvérvárosi kapcsolatnál. Ez jellemző. Az együttműködés egyrészt az önkormányzatok között nagyon intenzív és nagyon mély. A kulturális intézmények között is szintén komoly kapcsolat van. Itt előbb említettem a kulturális központot, de amellett például a színházak között is nagyon intenzív kapcsolat van. A Pécsi Színház mindig össze szokott kivinni egy vendégelőadást, illetve aminek nagy sikere szokott lenni, illetve az aradiak is, az aradi színház is tavasz környékén szokott ide egy bemutató előadást hozni. Emellett zenekarok között, iskolák között is éves szinten van kapcsolattartás. Milyen fontos állomásai vannak a kapcsolatnak? Hát azt kell tudni, hogy egy régi testvérvárosi kapcsolat a Pécsnek. Tavaly tartottuk, ünnepeltük, ha lehet ezt mondani, a partnervárosi, Araddal való partnervárosi kapcsolatnak a 15 éves évfordulóját, illetve a testvérvárosi kapcsolatunknak a 10 éves évfordulóját, amikor is itt Pécset láttuk vendégül, a aradi városvezetőket, és a két városnak a vezetői megújították a következő évekre is az együttműködést. Milyen közös célokat sikerült eddig megvalósítani? Pécs számára nagyon fontosak a aradi kapcsolatok, azt is lehet mondani, hogy egyfajta ilyen kulturpolitikai, nemzetpolitikai misszióként is tekint Pécs az aradi kapcsolatoknak az ápolására, illetve továbbvitelére, hiszen azt kell tudni, hogy a nagyjából hasonló nagyságú város Arad is, 150 ezeres a létszáma jelenleg, és annak 10%-ában magyar kisebbség él Aradon, és egy nagyon fontos jelentő szerepet betöltenek az ottani kulturális, és hát azt is lehet mondani, hogy politikai életben, hiszen a alpolgármester úr, aki a aradi alpolgármester úr, Bognár Levente, aki már az 5. ciklusában Aradon alpolgármester, nagy támogatója ennek a ösztönző, ennek a kapcsolatnak. Tehát egy ilyen nemzetpolitikai magyarság, kisebbségi magyarság megerősítése, az egy fontos cél, és a távlatban is ezt kiemelten kezeli a város.
Mik a további tervek a jövőben az együttműködés tekintetében? A hagyományos programok mellett mindig keressük azokat a lehetőségeket, amivel meg tudjuk újítani az együttműködést. Utóbbi években próbáltunk nyitni iskolások, fiatalok felé, megrendezésre került már többször a irány Pécs, illetve irány Arad rajzpályázat, amit a gyerekek számára hirdetett meg a két város, illetve szeretnénk elérni azt, hogy ne csak ilyen belvárosi programok legyenek, amikor például Arad bemutatkozik, vagy a pécsi program kínálatot visszük ki, és ezért említettem az előbb például a kertvárosi programot is, tehát igyekszünk a belvárosból kivinni egy szélesebb közönség előtt is bemutatni ennek a kapcsolatnak az értékeit. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm szépen. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Bővülés, dolgozói létszám emelésre készül a csomagolás technikai cég. Védelem, április 12-e a bűnmegelőzés napja. Negyed évszázad, 25 éves jubileumát ünnepli a pécsi Gandhi Gimnázium. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Folytatódik a hűvös, csapadékos idő. Éjszaka további csapadék várható, szombat hajnalra 6 fokig hűl a levegő. Napközben túlnyomóan felhős, borongós időben lesz részünk, kisebb eső, zápor előfordulhat. Élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 9 fok körül alakul. Vasárnap szintén esős napra készülhetünk, 11 fok várható. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk, viszontlátásra!